Sziasztok! Ma arról fogok mesélni nektek, hogy mik az okai annak, hogy a kisbabák gyakran ébrednek, illetve, hogy vannak olyan babák is, akik viszont nagyon hosszasan tudnak aludni. Hát, mint tudjátok, a kisbabák nagyon sok félék lehetnek, tehát, hogyha husszor ébred, vagy éppen egyszer sem, vagy valahol a kettő között, mindig érdemes sokkal bővebben nézni ezt a képet. Az ébredés gyakorisága ugyanis önmagában semmit nem árul el a babáról, vagy a gondoskodásnak a minőségéről. És sok babánál a gyakori ébredés a normális és a szükségszerű, és jelzi azt, hogy minden rendben van, és mondjuk nála a hosszú alvások a tünetei valaminek, amit fontos megvizsgálni, és a szükségszerű, érdemes be beavatkozni is. Más babáknál pedig a hosszabb alvások a természetesek és a szükségszerűek, de a gyakori ébredés az, ami azt jelzi, hogy valami nincsen rendben a kisbabával. Összeszedtem a teljesség igénye nélkül néhány indokot, ami okozhatnak gyakori ébredést, illetve nagyon hosszú alvásokat. Először is a gyakori ébredésre a következők lehetnek az okai a gyakori ébredésnek. Egyedi alvási érési ritmus, amireben igazából nincsen beleszólásunk, a gyermeknek van egy fejlődési tempója, és az szerint fejlődik az ő alvása is egyedi temperamentum. Vannak olyan típusú kisbabák, akik elképesztően pörgősek, már egészen az anyamékben lehet érezni őket, hogy folyamatosan megállás nélkül pörögnek, forognak, mozognak, ugrálnak, két lábra állnak az anyamékben elképesztő, hogy miket csinálnak, más babák pedig inkább ilyen elcsigázottabbak, már az anyamékben is úgy kellett mindig nézegetni, most mozog már, olyan régen láttam, hogy olyan régen éreztem, hogy mozdult a kisbaba, szóval ez tényleg egy egyedi temperamentum kérdése is. A rohamos tempóban fejlődő idegrendszer, ami megállás nélkül por pörög, az is okozhatja a gyakori ébredést. Az aklimatizációval járó nagy stressz. Akkor is, hogyha nagyon nyugodt környezetben van a kisbaba, elképesztő mennyiségű inger éri a picikéket az első időszakban. Van, aki ezt jobban tudja viselni, van, aki pedig nehezebben. Túl sok inger a legszelidebb, leggyengédebb környezetben is. Új fények, új illatok, új szagok, új testérzetek, új hangok, arcok, mozgások, minden megváltozott, mint amilyen eddig volt. Egyszerűen ez is lehet túl sok inger, akkor is, ha mi nekünk nem tűnik ez igazán egyáltalán sok ingernek. Lehet a gyakori ébredés oka, hogy nem fáradt eléggé a kisbaba, az is lehet a gyakori oka, hogy túlságosan elfáradt a kisbaba. Új, sokszor kellemetlen testérzetek érik a pici babát, akár fázik, kényelmetlen a ruha, fáj a pocakja mozgódást érez a, 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 beleiben, ezek mind-mind kellemetlenek lehetnek, akár a, a, a pelenka nedvessége okozhat neki kényelmetlenséget, vagy, vagy a fekvő felület ahova lefektették a kisbabát, az is lehet neki kényelmetlen. Aztán a biztonságérzet hiánya, az óriási stressz a pici babáknak, ami nehezíti az elalvásokat, általában a biztonságérzetet első sorban a kisbabák az édesanyjuk melkasán szokták érezni. A testközelség hiánya szintén óriási nagy stresszforrás lehet egy kisbabának. Kényelmetlen alvó felület, akár a pozíció, hogyan letettük a kisbabát oldalt, nincs jól kitámasztva, nem kényelmes neki, túl kemény az ágy, egyszerűen nincs ott az a görbület, ami mondjuk az édesanyjának a mellkasánál meg lenne. Ezek mind-mind okozhatják a babának a kényelmetlenségét és gyakori ébredését. A kisbabáknak folyamatosan tápanyagra van szükségük megállás nélkül, egészen másképpen működik még az anyagcseréje a kicsikéknek. Nagyon fontos tudni azt, hogy az anyamékben megállás nélkül 0-24-ben azonnal kapott minden tápanyagot a kisbaba, a fejlődéséhez szükséges tápanyagokat. Amikor a baba megszületik, akkor onnantól kezdve ez nem alakul át ez a szükséglet, ugyanúgy folyamatosan megállás nélkül igényli a tápanyag szükségletének a kielégítését, ami szépen lassan fog majd formálódni, és először majd szépen össze fognak csoportosulni ezek a szükségletek, és kialakul majd egy ilyen ritmus, hogy mikor szeretne a baba szopizni, és hát ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, akár fejlődési ugrásonként, tehát mondjuk amikor a baba elkezd eljutni, hogy elkezd többet mozogni, vagy megindul a babának a beszédfejlődés, akkor előfordulhat, hogy bizony éjszakánként gyakrabban ébred, azért, hogy tápanyaghoz juthasson. És teljesen normális az, hogyha az megébredő kisbaba mondjuk egy-két-három évesen is éjszaka megébred arra, hogy farkas éhes, és azonnali hatályal neki ennie kell, vagy szopiznia kell. Ez teljesen normális. Ezen felül pedig óriási jelentősége van az éjszakai ébredéseknek a szoptatás sikerességében, ugyanis az édesanyának a, prolaktin szintje az éjszaka a legmagasabb, ez azt jelenti, hogy ilyenkor a legérzékenyebb az édesanyának a teste a kisbabából érkező ingerekre, amelyeket a szoptatás útján kapja meg, kap meg az édesanyának a teste, és ennek következtében tud tökéletesen a kisbabájára hangoltan anyatejet termelni, ami szerintem egy csodálatos együttműködés ennek a két testnek, és, és ezért nagyon fontos az, hogy a babácska éjszaka is tudjon szopizni. Sokszor, amikor a baba nagyon-nagyon alszik éjszaka, akkor az édesanyjának a melle elkezd feszülni, elkezd fájdalmassá válni, szinte már a mellgyulladásnak a tüneteit kezdi produkálni, és ilyenkor azt szokták mondani, azt szokták javasolni, hogy általában a babát ne ébresszük föl. Ha a baba egészséges várandóságból, komplikációmentes szülésből, megfelelő gyarapodással gyarapszik, pisiska is, pelenkák száma abszolút rendben van, beindult jól a tejtermelés, akkor a babát ne érdemes fölébreszteni. De vannak olyan esetek, amikor mondjuk egy baba hirtelen extra, extrémen sokat alszik. Tehát mondjuk az addig két-három óránként ébredő baba mondjuk egy hat órásat alszik egyben, akkor az édesanyjának a mellében ez a rendkívüli nagy kellemetlenségeket okozhat, ha csak nem még ugye meggyulladást is, ami a, rosszabbik eset. Ilyenkor érdemes a baba mellé oda kucorodni óvatosan, Megkínálnia mellel, és pár perc múlva általában a kisbabák érzékelik, hogy ott van a cici, és elkezdenek szopizni. Úgyhogy így lehet segíteni azon, hogy az édesanyának a szükségletei is megvalósuljanak egy picit. Aztán enyhe vashiány. Az enyhe vashiány az azért egy érdekes dolog, mert hogyha nem olyan súlyos a vashiány, hanem csak egy egészen a határértéket éppen, hogy átlépi, az, az, már okozhatja azt, hogy a baba nem tud mély állapotba merülni, hanem felszínes alvásban marad. És a felszínes alvásban a kisbabák sokkal gyakrabban megébrednek, sokkal több ingerre megébrednek, akár tényleg csak arra, hogy besötétítünk, vagy fölhúzzuk a redőnyt, vagy éhal valamilyen neszt, vagy bármilyen elzümmög mellette egy légy, erre föl tud ébredni. Általában az egy fontos ismeret, hogy a vas hiány akkor szokott bekövetkezni jellemzően, hogyha a kisbabát nem szoptatják, tehát hiába van több vas a tápszerekben, mint az anyatejben, az nem egy maximálisan, optimálisan hasznosuló vas, hanem egy kevésbé jól hasznos, hasznosuló vas mennyiség, ami, ami, benne van az anyatej, a tápszerben, bocsánat. Míg az anyatejben lévő alacsonyabb vas mennyiség sokkal jobban hasznosul, minden feltétel és körülmény tökéletesen adott ahhoz, hogy maradéktalanul tudja hasznosítani a kisbabának a szervezet az anyatejben található vasat. Tehát általában az igény szerint szoptatott babákra nem jellemző a vas hiány, illetve még egy nagyon fontos dolog, hogy a köldögzsinort mikor vágták el. Ez meghatározó konkrétan az első hónapokra nézve. Tehát az a kis baba, akinek megengedték a születése során, hogy az utolsó csepp vér is megérkezzen az ő testébe, mert a mélepényben, illetve a köldögzsinorban lévő vér, az a babához tartozó vér, tehát ez a babának a vére. És akár az is előfordult, hogy a babának a vérének az egyharmada benne marad a, a köldögzsinórban, ami nagyon hamar, nagyon könnyedén, főleg, hogyha a baba nem szapizhat igény szerint, hanem mondjuk egyből tápszert kap, könnyen előfordulhat az, hogy vashiányos lesz a kisbaba, úgyhogy érdemes ezt mindenképpen megvizsgálni. Ezen föl a tejfehérje érzékenységnek is lehet ilyen tünete, hogy gyakran ébred meg a kisbaba. Ez is egy idegrendszeri irritációt okozhat. Többek közt vannak durvább tünetek is a véres kezdve, sok mindenféle idegrendszeré tünetig, de enyhe, enyhe tünet lehet a gyakori ébredés is. A tejfehérje érzékenység az azért egy kicsit nehezebb kihívás, mert ahhoz, hogy ezt megállapítsuk, hogy valóban erről van ez szó, az édesanyának, a szoptatós édesanyának minden nemű tejszármazékot ki kell liktetnie az étrendjéből. Mire az édesanyának a szervezetéből teljes egészében kiürül a tejfehérje, hát ez a tehén tejfehérje, amiről szó van amúgy. Tehát az, a, a humán tej fehérjére nem érzékenyek a kisbubák. Csak a faidegen tejnek a tejfehérjére. Tehát, hogyha kiürül az édesanyának a testéből a tejfehérje, akkor onnantól kezdve, ez két hét nagyjából. Onnantól kezdve nem fog az anyatejbe sem belekerülni az a tejfehérje és a babának a testéből onnantól kezd majd kiürülni, és szintén körülbelül két hétig tart, míg a babának a testéből is kiürül a tejfehérje. Tehát minimum négy hét, mire úgy az ember érzékel számot tevően a, tüneteknek az enyhülését, hogyha valóban erről van szó. De egy csecsemő életében négy hét alatt annyi minden változik, hogy tényleg az is előfordul, hogy teljesen spontánul megváltozik nagyon sok dolog, akkor is, hogyha nincsen a babának tejfehérje érzékenysége. hát négy hét az egy újszülött életében, hát az elképesztően sok idő. Úgyhogy ezért nem lehet teljesen tudni, hogyha ilyen esetben azt tapasztaljuk mondjuk, hogy négy hét után, ú, sokkal jobb lett minden, mondjuk azt tapasztaljuk, hogy a baba nem 20 percenként ébred, hanem csak mondjuk egy-két-három óránként, akkor elképzelhető, hogy ez egy megoldást hozott nekünk, és akkor lehet visszaterhelni vissza szépen lassan fokozatosan idővel, és hogyha újra jelentkeznek a tünetek, és újra elkezd a baba rengeteget ébredni, akkor elképzelhető, hogy van összefüggés. Csak ez egy nagyon nehéz kísérletezgetés, mivel négy hét múlva látja az ember igazán az eredményeket. Aztán a gyakori ébredésnek lehet még oka az is, hogy nem kap anyatéjét a baba, így az ellazuláshoz szükséges természetes hormonális támogatást sem kapja meg. Az anyatej egy csodálatos dolog, napszaknak megfelelően is egyedi hormon összetétellel kínálja meg a babát, tehát például, ha az édesanyja a sötétben, vagy alkonyat felé szoptat, akkor sokkal magasabb az anyatejének a melatonin szintje, ami segíti a kisbabát az elalvásban. Ugyanakkor, ha pedig nappal szoptat a kisbaba, akkor az ő a kisbabának az alvás igényéhez alkalmazkodva jelenik meg az anyatejben akár a kortizol, akár a melatonin, ami a babának a, az alvás ébrenlét ciklusát támogatja. ezek a, ezek elsősorban a gyakori ébredésnek az okai, és a hosszú alvásoknak is vannak okai. Például ugye itt is az egyedi alvás érési ritmus, egyszerűen vannak babák, akik aluszékonyabbak, óriásiakat tudnak durmolni kezdetektől fogva, akár már az anyamékben is ezt megtapasztalhatta az édesanyja. Ugyanígy jellemző a kisbabákra a hosszú alvások okaiként az egyedi temperamentum, szintén vannak elcsigázottabb, lassabb temperamentumú kisbabák, akik egyszerűen nyugodtabb természetűek, és ennyi. Aztán a ruhamosan fejlődő idegrendszer megjelenhet hosszú alvásokként is, tehát az, hogy a kisbaba idegrendszere túl van terhelve, a nagy fejlődésnek következtében ez járhat azzal, hogy a baba elképesztően elfárad, és ebben elalszik, míg más babák, ahogyan az előző blogban hallhattátok, másokat pedig felpörget, ugyanez ez az idegrendszeri terhelés. Aztán megterhelő a tápszer emésztése, ami kvázi küldi a kisbabát. Ez nagyon-nagyon jellemző, nagyon gyakori, hogy az édesanyja szoptatja a babáját, azt tapasztalja hogy a babája Jézusom egy-két óránként ébred, hát őrület, nagyon-nagyon váratlan és elfárad ebben az édesanyja. És hát mindenhonnan az első tipp, amikor erről van szó, akkor az az, hogy hűha, hát biztos nem jó az anyatej, de ilyen nincsen, hogy az anyatej nem jó. Az igény szerint szóltatott babáknál az anyatej az mindig tökéletes minőségű, tehát semmi nem lehet jobb annál. És akkor az édesanyja ezeknek a szólamoknak a hatására kipróbálja a tápszert megnézni, hogy az miképpen hat a babájára, és akkor a babáját, babáját teljesen küti a tápszer, a tápszer az egy, az egy testidegen anyag tulajdonképpen, tehát olyan óriási nagy a különbség, és a kisbaba számára rendkívül megterhelő a tápszernek a megemésztése. Ezen kívül a kisbaba nem tudja annyira kontrollálni azt, hogy mennyit szeretne a tápszerből, nem alkalmazkodik természetesen a babának az egyedi igényeihez éppen adottan, Úgyhogy, úgyhogy ez nagyon megterhelő lehet a kisbabák számára, és akkor egyszer csak az anyuka azt tapasztalja, hogy a kisbaba sútja aludt egy óriási nagyot, három órát egyben meg sem mozdult, mozdulatlanul, ahogy letettem a babát, úgy aludt őrület, és akkor az anyuka konstatál egy na hát, akkor tényleg nem jó a tejem, a babának egyszerűen tápszer kell, és akkor megvan oldva a probléma. És egy perc alatt eljutunk oda, hogy az édesanyának a tejtermelése rohamosan csökkenni hiszen a baba nem kerül annyiszor merre, mint korábban, rohamtempóban elkezd csökkenni, ennek ö, okaként a, a, a tejtermelés egyre kevesebb anya lesz az édesanyának, ezért egyre több tápszerre van szükség, és már is benne vagyunk egy olyan ödögi körbe, ami a túlkorai elválasztáshoz vezethet. Holott a babának mondjuk éppen az volt a normális, hogy sokszor ébredjen, esténként van az édesanyának a legmagasabb ö, prolaktin szintje, ez azt jelenti, hogy minden egyes szoptatás, ami éjszaka történik, a lehető legjobban azt támogatja meg, az édesanyád a tejtermelésben, hogy a babája számára tökéletes mennyiségben és minőségben gyártsa mindig a tejet. Tehát nagyon-nagyon nagy jelentőség az éjszakai ébredéseknek. Aztán testközelség és a hordozás gyakran észreveszik az anyukák, hogy jaj, jaj, ha rajtam van, akkor akkor átalszik, semmire nem ébred fel, a lehet mellette robbantani, akármi lehet, alszik, mint a bunda, de hogyha babakocsiban van, hogyha leteszem a kiságyába, azonnal felébred teljesen normális, egy kisbaba a testközelségben tud a leginkább ellazulni. Nagyon kevés olyan baba van, aki nem érzi jól magát az édesanyjának a melkasán pihenve. Nagyon kevés, szinte nulla. A vas hiány okozhat szintén aluszékonyságot, ébreszthetetlenséget. Nagyon gyakori, hogyha mondjuk a kisbaba, a kisbaba nem kaphatta meg mondjuk császármetszés során azt a vérmennyiséget, ami valójában őt illeti meg, és az az ő vére, hogy a kisbaba már vashiányosan kezdi meg az első heteket, hónapokat, főleg, hogyha a baba nagyon hamar tápszert kap, nem kap anyatéjat, pláne, és ez nagyon gyakran vezethet el vashiányhoz. Úgyhogy ez is oka lehet annak, hogy a baba rendkívül aluszékony, ébreszthetetlen, és tényleg hosszú órákon keresztül alszik. Szóval azt is nagyon fontos megjegyezni, hogy a fentiek az egyik babánál az egyik irányba, a másik babánál pedig a másik irányba mozdíthatják a mérleget. Tehát nincsen egy ilyen egyezményes megoldás, és sokkal szélesebb spektrumú a normális, mint az a köztudatban él. Nagyon sokan úgy kezdenek bele az anyaságba, hogy azt gondolják, hogy jaj, hát egy baba három óránként szopizik kb., akkor mondjuk kb., legyünk rugalmasak plusz-minusz fél óra, és akkor ennyi. De nem, ez egyáltalán nincsen így. Vannak kisbabák, akik tényleg konkrétan az első hetekben, az első hónapokban nonstop szopizni szeretnének. Ez azt jelenti, hogy amint lekerülnek az anyjuk melléről, azonnal égtelen üvöltésbe kezdenek, és ez amúgy teljesen normális. El fog múlni megközelítőleg amúgy általában 3-4 hónapos kor körül történik, meg azt, hogy a kisbabáknak a figyelme elkezd egy kicsit az anya mellről másfelé is fókuszálni, tehát semmit nem rontunk el azzal, hogy a kisbabának ezeket az igényeit kielégítjük a szopizási igényét sokan lázasan keresik a titkát a hosszú alvásoknak, mintha lenne egyetlen módszer, amit ha megtalál, vagy kifejleszt az anya, vagy a család, akkor onnantól, vagy nagyokat alszik majd mindenki. Nincsen ilyen csodaszer. Szóval, ha lehet is néha kicsit ebbe vagy abba az irányba módosítani időszakosan a mérlegnyelvét, a babák ébredése a rohamos fejlődéshez szükséges tápanyag szükséglet mellett természetes és élettani és minden baba vagy kisgyerek életében vannak hosszabb, rövidebb időszakok, amikor a baba vagy a kisgyerek gyakran fog ébredni. Fogzás, nagy óriási érési ugrások, ez egyszerűen természetes velejárója a babaságnak. Amíg a baba jól gyarapszik, elegendő pisiska kis pelenkája van, szeretetteljes, támogató az igényeire mielőbb reagáló környezetben van, az ébren töltött idejében éber, energikus, de nem sír folyamatosan, akkor az a baba a legnagyobb valószínűség szerint jól van. A baba közvetlen érdeke az nem a hosszú, több órás alvások, hanem hogy a megfelelő támogatással kísérjük őt az ő saját, egyedi, olykor hullámzó alvási érésében. Úgyhogy kitartást kívánok nektek, és támogató környezetet, aki segít benneteket, hogy tudjatok reagálni a babátokra, és segít abban, hogy minél kevesebb ter legyen rajtatok, és tényleg oda tudjátok fókuszálni az energiátokat és a kapacitásatokat, ahol arra éppen a legnagyobb szükség van. Köszönöm, itt voltatok. Sziasztok!